Köszöntöm a VKC televízió nézőit! Önök a Buda Kalászma hírmagazinunkat látják. Lássuk először témáinkat röviden. Ma nyílik a Lupató, Buda Kalász első természetes vízű strandja. Viharkárok Buda Kalászon és a környéken. Allergia jellemzői és tünetei. Ma hivatalosan is átadták Buda Kalász új pálmafás-fehér homokos mediterrán strandját a Lupatavon. A városban már hosszú évek óta megoldatlan volt a bányatavak hasznosítása, az új fürdő lehetőségnek köszönhetően azonban végre mindenki legálisan hűsülhet a Lupán. Évek óta tilos és szigorú büntetés jár azért, ha valaki a budakalászi bányatavak valamelyikében mártózik meg a melegben. A tiltás ellenére mégis sokszor használják strandolásra az Omszk és a Lupatavat is. Ennek megoldására a városvezetés és a tó másik üzemeltetője hozzájárult ahhoz, hogy a vízparton megépülhessen a gazdasági társulás által létrehozott modern tófürdő. A Lupa bánya tavon kettő darab bányaterület is működött egészen a közelmúltig. Az egyik az Óbuda ZRT tulajdonát képezi, ez a tófelület nagyobbik hányadát, majdnem háromnegyed részét foglalja magában, és volt a budakalászi önkormányzatnak is egy bányaferülete a térségben. A bányászati tevékenységet néhány nappal, néhány héttel ezelőtt végérvényesen befejezték a Lupatavakon. Ez volt az a szükséges feltétel, amely lehetővé tette, hogy a tó másfajta hasznosítása is előtérbe kerülhessen. Ahhoz, hogy egy strandot meg lehessen nyitni, nagyon sok szakmai előfeltétel kívántatik meg. Az egyik nagyon fontos szakmai előfeltétel volt az ANTS-nek a hozzájáruló nyilatkozata. Ez éppen a tegnapi napon, július 12-én érkezett meg a hivatalunkhoz. Ezekben az ANTS teljesítettnek látta azokat a műszaki, illetve vízjogi előírásokat, amelyeket ők ellenőriznek. A továbbiakban mind az önkormányzat, mind a strandot működtető gazdasági társaság együttműködése szükséges lesz majd ahhoz, hogy ez a projekt igazán sikeres lehessen. Ezzel párhuzamosan a bányászati tevékenység megszűnésével nyilván a város is gondolkodik azon, hogy egyrészt a Lupa tavakkal kapcsolatosan a saját területeivel milyen hasznosítási lehetőségeket tud majd még megnyitni, de mindannyian nagyon örülünk annak, hogy végre egy több évtizedes hiány orvoslása képpen egy legális fürdőhely nyílt Budakalászon. A város vezetésének egyébként nyilván komoly érdemei vannak abban, hogy ez a fajta együttműködés, a bányászati tevékenység felhagyása, a két bányászati partner, tehát az Óbuda ZRT és a város együttműködése zökkenőmentes, és ez is segítette azt, hogy itt ilyen gyorsan, relatíve gyorsan megszerezhető engedélyekkel, gyorsan kiadott hozzájárulásokkal ezt a tevékenységet már most a nyár folyamán, az idei nyár folyamán gyakorlatilag nagyon gyors lefutással meg lehetett nyitni. A strand üzemeltetői nagy tervekkel és reményekkel telve kezdtek bele a fürdőhely kiépítésébe. A strandon a hűsítő víz mellett vendéglátó egységek, vízisport lehetőségek és kellemes, modern épített környezet várja a vendégeket. A vízminőség ellenőrök mérése alapján jelenlegi állapotában a Lupa a legtisztább vízű tó ma Magyarországon. Tulajdonképpen az egész úgy kezdődött, hogy a területen, akik eddig a bánya üzemeltetést csinálták, ők kerestek meg azzal, hogy ők ahhoz értenek, hogy hogyan kell bányászni, de ahhoz, hogy ha majd bezárják a bányát utána, mit érdemes ezzel a területtel kezdeni, ahhoz kevésbé, és hogy lenne kedvem ide valamit megálmodni és üzemeltetni, és akkor így kezdtük el ezt a beszélgetést most már több mint két éve, aztán mostanra jutottunk oda, hogy hivatalosan is bezárt a bánya, elkészült a rekultiváció, és hát ennek kapcsán ugye elindítottuk ugye azt a programot, aminek ez még csak az első lépése, hogy most itt megnyílik ez a strand, de a terv az, hogy körben még a tó körül majd további strandterületek lesznek, mert hogy szeretnénk majd a későbbiekben, ugye azért sokan jártak ide még, ha nem is volt szabályos, ugye adott esetben a naturisták közül is, illetve úgyhogy szeretnénk majd későbbiekben egy önálló naturista
turista részt is szeretnénk, majd egy kutyás strand részt is szeretnénk, egy kifejezetten alacsony szolgáltatás színvonalú, de olcsó strand részt, és hát emellett lenne ez a terület, ami pedig ugye már most is próbaüzemszerűen most elindult, ahol hát strandsportoktól a vízisportokig sok mindent lehet majd űzni, meg hát a klasszikus strandolásra lesz lehetőség. Ez még azért folyamatosan bővülni fog, illetve azáltal, hogy azért a bányató az egy mély tó, ugye itt 5 méteres körülbelül a vízmélység. Itt megpróbáltunk itt a mögöttem levő részen egy ilyen részt kialakítani, ahol nem ilyen nagyon hirtelen mélyül, de azért egy idő után mély víz van, és gondolva egy picit azokra, akik féltik a gyereket a mély víztől, ezért itt csináltunk külön egy olyan kis tavacskát a területen, ahol csak 60 centis a víz, és akkor ott mondjuk bátran a gyerekeket is be lehet engedni oda. Azon túl, hogy a vendéglátó egységben szól a zene, és jó hangulat van azon túl. Itt én nem abban gondolkodnék, hogy nagy rendezvényeket szervezzünk ide, hiszen ez sokkal inkább arra való, hogy egy ilyen nyugis, ilyen strandolós környezet legyen. Nekünk van épp elég olyan eseményünk, ahol egyébként bulizni lehet, úgyhogy most nem ez volt a vágyam, hogy még egy ilyen helyet csináljunk. De ez nem azt jelenti, hogy adott esetben néha-néha nem lehet majd valamilyen rendezvényben is gondolkodni, csak én nem ilyen funkciót szeretnék ide elsődlegesen. A vízfelületnek egyelőre csak egy szakasza lesz elérhető, de jövő nyára további bővítéseket is terveznek. Július 14-től már mindenki szabadon látogathatja a tavat, a tervek szerint a budakalászi bejelentett lakcímmel rendelkező kedvezményes áron. Ahhoz, hogy egyáltalán egy strandengedélyt ki lehessen váltani, ahhoz vannak előírások. Ebből az egyik ilyen, hogy folyamatos vízimentő ügyeletet kell biztosítani, úgyhogy itt a területen több vízimentő is folyamatosan szolgálatban van. Ezen túlmenően van egy elsősegélynyújtó pont, ahol, hogyha bármi, valaki napszúrást kap, vagy bármilyen probléma van, akkor azt is itt helyben el tudják látni. Meg hát vannak rendezők, vannak mindenféle olyan szolgáltatás nyújtó emberek, a takarítóktól a jegyszedőkig, akik azért vannak, hogy itt mint egy strand tudjon működni hivatalosan ez a terület. Annyi, hogy van egy kibójázott rész, és a bójákon belül lehet szabályosan strandolni, a bójákon túl ott sajnos ugyanúgy tilos, mint ahogy a tó egyéb területein. Jelen pillanatban azt le is írták, hogy ez ma Magyarország legtisztább tava, úgyhogy itt ma a legjobb minőség az egész országban a víz. Ez természetesen egy olyan fontos érték, amit nagyon fontosnak tartunk megőrizni, úgyhogy ezért ez fontos, hogy ebben együttműködő legyen a közönség is, és tényleg segítsenek tisztán tartani, bár van folyamatos takarítás, de azért az fontos, hogy az emberek azért odafigyeljenek a vízminőségre, mert hogy ez egy olyan különleges adottság, amit mindenképpen szeretnénk megtartani. 14 év alatt csak felnőtt kísérővel lehet jönni, de egyébként a nyitvatartás az reggel 9-től van minden nap, és sötétedésig, ami azt jelenti, hogy a sötétedés után már nem lehet a vízbe menni, de a vendéglátó egységek azok tovább nyitva tarthatnak, tehát ha vendégek tartózkodnak még a területen, akkor ők fogyaszthatnak, csak már a strand funkció nem lesz. Éppen ezért úgy lesz, hogy a sötétedés előtt egy órával zár a pénztár, tehát utána már a területre be lehet jönni, de akkor már strandolni nem lehet majd. A városvezetés örömmel fogadta, hogy a tó rekultivációja megtörténhetett, ezáltal Budakalász egy természetes víz stranddal lett gazdagabb. Nagyon örülünk neki, hogy a tiltás helyébe most egy legális fürdőzési lehetőség lép. Mindenkit arra kérünk, arra intünk, hogy innentől kezdődően egyértelműen ezeket részesítse előnyben, és egyértelműen ezt a teljesen legálisan kialakított és jól működő strandot keresse majd fel, hogyha fürdőzni vagy pihenni szeretne vízpart mellett. A tiltás az Omsztóra vonatkozóan továbbra is érvényben marad. Most már van olyan legális hely, ahol a fürdőzést meg lehet valósítani, így a kollégák továbbra is mindenkit majd át fognak irányítani, illetve aki nem hajlandó ezt tudomásul venni, azt sajnos továbbra is szankciókkal kell, hogy sújtsák, pontosan azért, mert az Omsztónál továbbra is hiányoznak azok a feltételek, amelyek ennél az új strandnál ki vannak alakítva. Az üzemeltetők célja, hogy a létesítmény elsősorban a családokat, pihenni vágyókat szolgálja, ezért nagyobb méretű koncerteket és fesztiválokat nem terveznek a helyszínen, így hangoskodás nem lesz.
A szerda esti órákban az előrejelzések alapján Pest megyét is elérte az erős széllel, heves esőzéssel járó vihar. Az első bejelentések este 9:30 körül érkeztek a megyei ügyeletre, és csütörtök délig több mint 100 esetben avatkoztak be a hivatásos, önkormányzati és az önkéntes tűzoltók a megyében. Legtöbb esetben kerítésre, úttestre dőlt fákat kellett az egységeknek eltávolítani, 4 esetben parkoló autóban is kárt tett a lezuhanó növényzet. Személyes sérülés 1 esetben sem történt. A leszakadó nagyméretű ágak sokszor magukkal rántották az alattuk húzódó felső vezetékeket, illetve a villanyoszlopokat is, amik nehezítették a tűzoltók munkáját. Budakalászon a Hargita utcában egy családi ház pincéjébe folyt be nagyobb mennyiségű esővíz és okozott gondot. A pomázi önkormányzati tűzoltók távolították el a pincéből az esővizet. Folyamatosan érkeznek a városból a bejelentések a művelet irányításra, folyik a kárfelszámolás a különböző helyszíneken. A korábbi évekhez képest egyre többen panaszkodnak légúti allergiás tünetekre. Egy országos felmérés szerint a lakosság több mint 30%-a érzékeny valamilyen növényre, mivel a virágok pollenszórása évről évre egyre agresszívebb. Viszkető szájpadlás, könnyezés, orrfolyás, véget nem érő tüsszögés, nehéz légzés és köhögés. A pollen szezon nem kíméli az allergiásokat. A légúti allergia érintheti az egész hörgőrendszert, ekkor allergiás asztmáról beszélünk, vagy az ornyálkahártya gyulladásával jár, ami szénanátha formájában jelentkezik. A tavaszi virágporszórásnak vége van, most következik a koranyári, amikor is a tavaszi azok voltak a virág fák és cserjék, a nyír, a fűz és a társai. Most viszont egyre inkább a fűfélék virágpora szaporodik majd, de itt mögöttem a háttérben talán látszik a Lupasziget és ott a platánsor. A platán is szórja ilyenkor májusban, illetve június elején a virágporát, de szerencsére kevésbé allergén, sokkal kevesebben érzékenyek rá. Akik viszont nagyon, hát azoknak most éppen ezt az időszakot érdemes kihagyni, például itt a Lupaszigeten a látogatás szempontjából. Ugyanakkor a tölgy virágpora is szaporodni fog a következő hetekben, ez általában májustól június elejéig tart. A következő hetekben egyre inkább szaporodik majd a fűfélék virágpora, közöttük is egy nagyon érdekes növény, a gyógynövényként abszolút ismert lándzsás utifű az, amelyre kifejezetten sokan érzékenyek. Szeretném elmondani a virágporokról, hogy két dolog nélkül nincs élet a Földön. Az egyik a napfény, a másik pedig a virágpor. A virágporok ugyanis az élet forrása, akár csak a napfény. Ha nincs virágpor, akkor nincs beporzás, akkor nincs növényvilág, és akkor természetesen mi emberek sincsenek, sem lennénk, és kihalna a népesség. Tehát a virágpor egy létszükséglet, mint életforrás fontos, ugyanakkor a benne lévő fehérjére sajnos elég sokan érzékenyek. Mondjuk sokan, hogy két út van. Az egyik, hogy valahogyan az immunrendszert erősítsük, és tegyük egészségesebbé magunkat, a másik pedig, hogy kerüljük azokat a környezeteket, ahol ilyenkor ezekből a virágporokból sok van. A szénanátha jelentkezhet szezonálisan, vagy panaszt okozhat egész évben. A szezonális forma kiváltó okai a szélporoszta növények pollenjei és a gombaspórák. Jellemző a téli időszakra korlátozódó tünetmentesség, amelynek kora tavasszal a fák, majd áprilisban a fűfélék virágzása vett véget. Hazánkban a parlagfű és a fekete üröm tehető felelőssé érte. A fűfélék virágpora mindenütt ott van, különösen akkor, amikor elkezd fújni a szél, akkor ezek a virágporok nagyon nagy távolságokba jutnak el, akár 1000 kilométereket is képesek utazni. Jó hír egyébként, hogy májusban a fenyőfélék virágpora is elkezd majd szórni, illetve nagy távolságokba eljutni, de szerencsére a fenyőfélékre igen kevesen érzékenyek. Akik mégis, hát azok bizony nem jó, hogyha ilyenkor kitárják az ablakot, és mondjuk a parkban vagy a saját kertjükben a fenyőfélék virágporától tüsszögnek. Sok olyan növény van, amely majd a nyáron virágzik, és amelyre majd visszatérünk, mert nagyon fontos, hogy túl vagyunk az anyák napján, de hát egy-egy virágcsokrot remélhetőleg nem csak ekkor kapnak az édesanyák vagy otthon a nők, hanem más alkalmakkor is. Vannak olyan virágok, amelyek kifejezetten érzékenyek
teszik az embereket, és nem is lehet tudni, hogy odabent a lakásban miért üszögnek. Ilyen egyébként egy nagyon szép sárga bugájú kanadai aranyvesző, amelyet előszeretettel vásárolnak a virágüzletekben, és legalább annyira érzékenyé teszi az embert, mint a fekete üröm vagy a parlagfű. Egyébként a parlagfűről is elmondható, és ez a tény, hogy a parlagfű is gyógynövény, miközben egy gyomnövény, és miközben rettentően sokan érzékenyek rá, éppen ezért természetesen próbálunk ez ellen védekezni. Nagyon nehéz a küzdelem, hiszen akárcsak a fűférékvirágpora, amely most mindenütt ott lesz a levegőben, ugyanúgy majd július végén, augusztusban megjelenik a fekete üröm és a teljesen azonos parlagfűvirágpora, de Horvátország is tele van parlagfűvel, és hogyha egy erőteljes ciklon van Nyugat-Európában, akkor az előtte megélénkülő déli szél 1000 kilométerekről hozza hozzánk a virágport. Tehát most a fűfélék virágporára érzékenyek mindenképpen jobb, hogyha kevésbé mozognak a szabadban, inkább várják meg azt az időszakot, amikor egy jó kiadós eső esik. Ellentétben azzal, ahogy sokan gondolják, a légúti allergia nem ártalmatlan, hanem krónikus betegség, amit komolyan kell venni. A vírusok vagy baktériumok okozta egyszerű náthával ellentétben az allergiás nátha nem múlik el egyszerűen. Kezelés nélkül elhúzódhat és idővel allergiás aszma lehet a szövődménye. Így fontos, hogy ha a tüneteket észleljük, időben forduljunk orvoshoz. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztért című műsorunk következik Hírmagazinnal, legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!